Tisztelt Országgyűlés, Mesterházi Attila, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a külgazdasági és külügyminiszter úrnak, hogy is van ez címmel. Miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Varga Tamás államtitkárról jogosította fel. Kérdezem, elfogadja a válaszadó szemét. Öné a szó, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, Szijjártó Péter miniszter úr. Július 19-én azt mondta, hogy nincs tudomása ilyen típusú adatgyűjtésről, és ez egy kormányzati álláspont, hangsúlyozta ki, amikor megkérdezték tőle a Pegasus szoftverrel kapcsolatos kérdéseket. Majd utána azt mondta, hogy megkérdezte az információs hivatal főigazgatóját, aki megnyugtatta, hogy ilyen szoftvert ők nem használnak, rá vonatkozó megállapodást nem kötöttek, és ezt ő el is fogadta, ezt az állítást. Most arra már tudjuk, hogy a miniszter hazudott, hiszen Kósa Lajos beismerte, hogy a magyar kormánynak van ilyen szoftvere. Tehát kérdezném majd államtitkár úrtól, hogy miért hazudott Szijjártó miniszter úr. Vagy nem informálták erről, vagy egyszerűen csak őt kihagyják ezekből a kérdésekből, de amikor azt mondta, hogy kormányzati álláspontként azt tudja mondani, hogy nincs ilyen típus adatgyűjtés, teljesen világossá vált mára, hogy ez egy hazugság volt. A másik, hogy lehet, hogy a második állításában is hazudott miniszter úr, hiszen Vadai képviselőasszony azt mondta a legutóbbi bizottság ülés után, hogy nem pontosan fogalmazott Kósa Lajos, nem is a belügyminisztériumnak, nem sokkal inkább esetleg még a külügyminisztériumnak is van köze ehhez a beszerzéshez, vagy akár az információs hivatalnak. Éppen ezért kérdezném államtitkár úrtól, hogy volt-e mégiscsak a külügyminisztériumnak köze, vagy az információs hivatalnak köze ehhez a szoftverbeszerzéshez, vagy abban a folyamatban részt vettek-e bármilyen formában, vagy kérdezhetem nagyon konkrétan, Cukor Józsefnek volt-e szerepe abban, hogy a magyar kormány valamelyik szerve megvásárolta valakitől ezt a szoftvert, legyen szó a Pegasus szoftverről, vagy éppen a Kandiru nevezetű másik szoftverről, amit szintén hasonló lehallgatásokra használnak. A másik ilyen kérdésem, hogy adott-e Lázár János vagy Szijjártó Péter bármilyen olyan utasítás, hogy az információs hivatal megfigyeljen egy célszemét, amihez ilyen típusú szoftvert kellett használnia az adott szakszolgálatnak. Tehát magyarul gyűjtötte az információs hivatal is ezen eszközök felhasználásával adatokat. Köszönöm szépen, elnök úr, a türelmet. Köszönöm, tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Varga Tamás államtitkárnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Jól fogalmazott Szijjártó Péter miniszter úr, hogy amikor úgy fogalmazott, hogy nincs ilyen típusú adatgyűjtés, mert Magyarország egy jogállam, és teljesen természetes és magától értetődő számunkra, lehet, hogy önök számára nem, hogy minden kormányzati, állami eset, esemény, intézkedés esetében, amely akár személyeket, akár szerveket, szervezeteket érint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el az állam, és hogyha ennek során leplezett eszközök alkalmazására kerül sor, akkor a feljogosított állami szervek, kormányzat és kormányzattól független intézmények ellenőrzése alatt teszik ezt. Ez történik minden esetben 2010. május 29-e óta. A Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatok, akár a Belügyminisztérium, akár pedig a Külgazdaság és Külügyminisztérium irányítása alatt dolgoznak, illegális megfigyelést nem folytattak, nem folytatnak, de bármikor, amikor a Nemzetbiztonsági Bizottság úgy találja, hogy ebben az ügyben szükséges kérdéseket feltenni, és szükséges a bizottság összehívása, akkor természetesen minden alkalommal rendelkezésre álltunk, mint miniszter úr, mint jó magam, és az információs hivatal vezetői is ott voltak, és ott is lesznek. Természetesen jogszabályoknak megfelelően a nemzetbiztonsági szolgálatok a feladatok eredményes ellátása érdekében a titkos információgyűjtés technikai eszközeit és módszereit használhatják. Köszönöm szépen, államtitkár úr, válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsol. Államtitkár, hogy egyetlen egy kérdésemre nem válaszol, tehát volt-e szerepe az információs hivatalnak ennek a szoftvernek, vagy szoftverek beszerzésében? Cukor Józsefnek volt-e ebben szerepe? A külügyminisztériumnak volt-e bármilyen szerepe ebbe a folyamatba? Kérném, hogy ennek nézzen utána. Én a magam részéről, mivel gondoltam, hogy nem kapok érdemleges választ, kezdeményeztem egy találkozót az információs hivatal főigazgatójánál a mai
mai napon, és kezdeményezni fogom a külügyi bizottságnak is az összehívását ebben a témakörben, hogy rálássunk ezekre a kérdésekre, ennél kicsit pontosabban, mint ahogy ön itt félrebeszélt. Nem figyelt államtitkár úr, én nem azt mondtam, hogy illegális, azt mondtam, hogy letagadta a külügyminiszter azt, hogy ilyen típusú adatgyűjtés történt. Én azt gondolom, hogy ez egy hazugság, maradjunk ennél a szónál sokkal egyértelműbb. Még két kérdésem lenne, hát a kapok rá választ. Hogy áll az a vizsgálat, amit a miniszter indította az információs hivatalnál ezzel az üggyel kapcsolatban, ami arra irányult, hogy hogyan szivároghattak ki ezek az információk, ezt maga a miniszter jelentette be, illetve igaz-e az az állítás, hogy Lázár János vagy éppen a közvetlen környezetét is megfigyelhették, és tudott erről a megfigyelésről az információs hivatal, hiszen az őt felügyelő miniszterről volt szó. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszontválasz, illeti meg államtitkár urat, ön a szó államtitkár úr. Számtalan kérdésnek látszó állítást hallottunk, amelyek természetesen köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Hogyha azt gondolja a képviselő, hogy a külügyi bizottság zárt ülésén választ kaphat kérdésekre, akkor természetesen a külügyi bizottság zárt ülésén, mint hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésén is válaszokat kaptak a bizottság tagjai, válaszokat kaphat, de azt gondolom, képviselő, hogy nem a 2010 utáni időszakban kellene keresgélnie, hanem a 2010 előtti, 2002 és 2010 közötti, amikor az önök kormánya vezette Magyarországot, és akkor a titkosszolgálatokat belpolitikai célra használták fel, akkor történt, hogy bolgár fedésben lévő orosz kémek szivárogtak be, és dolgoztak a magyar titkosszolgálatokban. Én azt javaslom, hogy ezt az időszakot firtassa, képviselő. Köszönöm.